Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Békely Péter vagyok. Amatőr nyelvész vagyok. Én alapvetően informatikával foglalkozom. Informatikus vagyok. A nyelv eredetéről kellene beszéljek ma. Ezt egy szóval el tudjuk intézni, az Isten. Tehát most valójában a nyelv belső szerkezetével fogunk foglalkozni, és azt fogjuk meglátni, hogy a belső szerkezet hogyan mutat vissza a teremtőre. A belső logikája, a magyar nyelv belső logikája a teremtés logikájával teljesen azonos. Ezért alkalmasabb leginkább minden nyelvek között a megértése és a gondolkodásra. Tehát nem kifejezetten történeti dolgokkal fogok én itt foglalkozni, hanem az élő nyelvvel. Azért is fontosabbnak tartom egyébként az élő nyelvet, mint mondjuk az írásos emlékeket, mert azok lezárt, halott dolgok. Az élő nyelvet viszont az emberi lélek tartja életben. Tehát ez nekem fontosabb, hogy éppen most mit beszélünk, meg hogyan beszélünk, mert maga a nyelvünk az tartalmazza a teljes múltat, és megismerhető benne az eredete is. A katolikus lexikonnak van két nagyon érdekes szócikke. Az őstörténet és az őstörténetünk tabui. Ott is leírják egyébként, hogy a cucofogarasi nagyszótár, ugye az akadémiának a legelső nagyszótár, ami még nem finnugrista, hanem a magyar nyelv belső szerkezetével foglalkozik, hogy ez a szótár, ez valójában a magyar nyelvet önmagából és önmagának értelmezi. Nincsen szükségünk nekem külső eszközre vagy hivatkozásra, nincs szükségünk összehasonlítgatásra más nyelvekből, mert a nyelvünk önmagát önmagából képes értelmezni. Mindezt úgy képes megtenni, hogy olyan töblete van a nyelvünknek, amik semmelyik másik nyelvnek nincs, minden hangnak saját jelentése van. És ezzel is vissza tudunk utalni a teremtettségre, az Istentől való teremtettségre, ugyanis a hangok jelentése attól függ, hogy és hogyan képezzük. Vagyis az emberi anatómiához van szorosan hozzádrótozva. Nem lehet önkényes közmegegyezés tárgya. A teremtéssel van teljesen szoros összefüggésben. Majd át fogok lapozni diát, mert nem lesz mindenre időm. Ami nagyon fontos, hogy mitől értékesebb a magyar nyelv, mivel igazolható ez? Az egyik legfontosabb érv, amit nem nagyon szoktak elmondani, hogy alig van a magyar nyelvben kivétel. Az angol egy többes számot nem tud következetesen végigvinni. A magyar nyelvben alig vannak kivételek. És amik vannak ma kivételek, amik ma szaporodnak, ahol sajnos az akadémia asszisztál. Ugyanis általában a rendhagyó formát szokták előnyben részesíteni, és azt szokják be helyesírásba. Mondok például egy példát. Tehát a többes szám első személy az ugye ma mi, de az valójában mink, mert hogy a K az a többes számnak a jele. Tehát ilyen apróságokra kell gondolni, nem kell nagy dolgokról gondolni, de ezzel próbálják meg a nyelv belső szerkezetét és a logikáját tönkretenni, hogy általában a rendhagyó alakot szokták előnyben részesíteni. Nagyon egyszerű példa, tehát például az esetragok, ez ugye alapvetően a latin logikájú nyelvtanból következik a magyarban is. Fogarasinak van egy nagyon jó könyve, a magyar nyelv metafizikája. Én is erre a könyvre építek, arra a logikára, amit Fogarasi János 1834-ben leír ebbe a könyvbe. Ő egyébként az akadémiának a nyelvésze volt Cucor Gergelyel együtt, akik a legelső nagy szótárt megírták az akadémiának. Fogarasinak a bevezetőjében van egy nagyon jó mondat. Azt írja, hogy amikor a magyar nyelvet külföldi elvek meg logika alapján akarjuk értelmezni, az körülbelül olyan, mint amikor a napnak akarunk fénykölcsönözni. Tehát ennyivel több a magyar nyelvünk, és ezt a 19. században ezt az akadémikusok meg lemerik írni. Például a cucofogarasi nagyszótár elején is vannak olyan, a bevezető részben, a nyelvtani bevezetőben vannak olyan mondatok, amitől ma szerintem a tudósoknak a haja égnek állna. De ők még ezeket lemerik írni.
hogy például a nyugat-európai embereknek a nyelve azért olyan, amilyen, tehát azért romlott, mert őket már csak az idomítási hajlam vezérli. Tehát ezért romlik el a nyelv, mert nincs bennük már nyelvérzék, és ezt a nagyszótár leírja. Tehát az esetragoknál tartottunk. A latinban 5 van, tehát nincs túl komplikálva a latin nyelv. A magyarban 18-19-et szoktak számon tartani, attól függetlenül, hogy a naknek ragott egynek vagy kettőnek szokták tartani. De ami a lényege, tehát a magyar nyelven minden hangnak megvan a jó meghatározható jelentés. Egyébként, ha magyarul beszélünk, nincs szükségünk szótárra. Azért nem volna szükségünk szótárra, mert a szavak önmagukat körbeírják. Ha ismerjük a hangi jelentéseket, a szavaink egyszerűen körbeírják a saját jelentésüket, hogy mit jelentenek. Nézzünk egy példát. Például a tárgyeset, a magyarban az té, de ez is a jelentés a tének, hogy tárgyiságot fejez ki. Hiszen magát a tárgyszót is tárgya fejez. De ilyen például távolodást, csak hogy értsük, milyen filozófiai összefüggések vannak egyébként. Távolodást is jelent a té betű a magyarban, ezért a múlt időnek is a jele. Mert hogy ami múlik, ami már lezár dolog, az tőlünk távolodik időben. De majd ezt kicsit részletesebben átnézzük. Vagy például maga a naknek rag. Az en hang a magyar nyelven az egy létezést kifejező hang, ezért az énnek a hangja. A K pedig jelent ilyen, hát itt járuléknak írtam, tulajdonságukat tulajdonképpen. Tehát a naknek rag az egy olyasmi valamit jelent, egy olyan ént jelent, akinek vannak tulajdonságai. Például ilyen hasonlórak, például az elnöknél a nők, vagy az álnoknál a nok. Tehát az elnök ugye olyan valaki, aki valaminek az élén áll. Az álnok olyan valaki, aki aljas dolgokat csinál. Aztán például a valvel rag. A V a magyarban a kölcsönösségnek a hangja, a viszonynak a hangja szó szerint. Az L betű pedig létet jelent a magyarban, méghozzá folytonos létezés jelent a magyarban. Ezért általában igeképzőként, vagy mozgásként, tehát mozgáskifejező szónak a végén áll raként, akkor ez egy folytonos cselekvés, vagy folytonos mozgást jelent. De ugyanakkor az L hang egy folytonos létezést is jelent. Tehát ilyen szinten értelmezhető a magyar nyelv a ragok szintjén, és ez, amit én most itt megpróbálok előadni a magam szerény módján, ez még egyszer mondom, ez az akadémiának a nyelvtana volt. Mielőtt finnugristákká lettünk volna. Ez volt a hivatalos nyelvtana az akadémián. Tehát én ezt nem a saját kútfőmből találtam ki. Utána is lehet nézni. Tehát az említett utolfogarasi nagyszótár, ami az akadémiának a legelső nagyszótára volt, az így tárgyalja a hangokat. Hang, van az elején némi sallang, hogy hányadik betű, meg hogyan kell kiejteni, de utána leírják a jelentését. Ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt jelenti. És ezek a jelentések egyébként egymásra épülnek. A Fogarasi Jánosnak az 1834-ben kiadott magyar nyelv metafizikája abban több, mint a Cucafogarasi nagyszótár, hogy a Fogarasi János még azt is lemerészeli írni, hogy nem csak azt, hogy melyik hang mit jelent, hanem hogy miért azt jelenti. Tehát a miértekre is választ ad. Tehát a képzés helye és módja alapján megmagyarázza, hogy ezért kell, hogy azt jelentse. Tehát az emberi anatómiával nagyon szoros viszonyban vannak a hangjaink. Vagyis ha az anatómiához köthető, a teremtett mi voltunkhoz köthető, akkor a teremtéssel is szoros viszonyban kell lenni. Egyébként ebből adódik majd az, majd látjuk, hogy a magyar hangok azok valójában mindig valamiféle formákat jelentenek. Azokat, pontosan azokat a formákat jelentik egyébként, amik a teremtésben is megvannak. Tehát ezért tudunk jól leképezni, ezért tudjuk magyarul jól leképezni a valóságot, mert a fogalmaink által körbeírt kifejezés az azonos lesz magával a tárgyal, amit megnevezünk. Mindjárt látunk majd példát is, hogy egyébként a görögök is még így gondolták, tehát hogy egy szó akkor helyes, hogyha a benne lévő hangok, azok a valóságot ragadják meg. Csak a görögök ezt már a görög nyelvből nem tudják visszaigazolni. De a magyarban mind a mai napig ez még köszönjük szépen jól megvan és működik. Nem megyek most végig
az árnyaltságokon, tehát hogy milyen szempontokat nevezhetünk meg még abból, hogy miért több a magyar nyelv, mint más. Viszont itt van egy érdekes táblázat. Ez szintén a Fogarasinak a magyar nyelv metafizikájából van. Fölsorol 5 darab hangot. G, T, D, ez egy, megint egy T, de más jelentéssel, meg egy H hang. A G-nek az egyik jelentés az a gyakorlatosság. Ha valamit gyakorta csinálunk, folyamatosan csinálunk, itt a Fogarasi itt most a gadget rakott hozzá példának, tehát a gadget magyarul azt jelenti, hogy valamit gyakorta teszünk, csinálunk. És megint megkaptuk magának a ragnak a körbeírását, a jelentésbeli körbeírását. A T-rag az egy átható cselekvés. Átható cselekvést alatt azt kell érteni, hogy én csinálok valamit, de annak a következménye mindig valaki másra hat ki. Tehát én teszek, és valaki az elszenvedője, mondjuk így. Tehát sosem rám hat vissza a cselekvésem következménye. A D az egy érdekes dolog, igeképzőként. Az olyan igéket képez, ami hat-hat másokra is. Egyébként az is egy léthang, majd megnézzük részletesebben a kategóriákat is. Az is egy létezést kifejező hang, de az hat-hat a másik emberre, meg lehet olyan állapot is, amikor én rám hat vissza a saját cselekedetem. Éppen ezért egyébként, amivel ma a nyelvészek nem tudnak elszámolni, hogy mi az az ikes rakozás. Mire való az igék végén az az ik? A cucó Fogarasi, meg a Fogarasinak a metafizikája még tudja. Úgy látszik, azóta elfelejtettük. Azért van, mert ez a D ugye egyszer lehet átható, meg lehet bennmaradó, vagy visszaható ige is. A K hang az a például a külsőségnek a hangja. Ebből fakadóan kizárást, meg ilyesmiket is jelent. És az ik szolgál arra, hogy ezt a kettősséget feloldjuk. Amikor ik van az ige végén, az mindig egy szenvedő alak lesz, vagyis rám fog visszahatni a cselekvésnek az eredménye. Erre van az ik, hogy ezt a kettős bizonytalanságot kiküszöbölje. És itt látszik a másik T-nél például. Ugye az első alak az mondjuk az írogat, a második az írat. Tehát az írogat az azt jelenti, hogy valaki gyakorta ír, sokszor ír valamit. Az írat az ugye azt jelenti, ugye mondtam, hogy a T mint átható, hogy valakit arra kényszerítünk, vagy késztetünk, hogy legyen szíves írni. Az íródik, az meg ugye egy olyan fajta írás, ami önmagát hozza létre. És azért van ott az ikrag, hogy ez bizonyossá is legyen ez a fajta visszahatás. És akkor itt jön például az iratik. A T itt első esetben ez egy átható, de mivel ott van a végén az ik, ezért ez egy elszenvedő alak lesz. Tehát az iratik azt jelenti, hogy ő maga fogja megírni az írományát. És van még a H betű, az például a hiánynak a hangja, mert ugye ez egy üres hang, csak éppen egy lehelés, ezért jelent hiányt. Ilyen például a hit is. Egy olyan dolog a hit, hogy nincs tudomásunk, nincs bizonyosságunk. Tehát van bennünk egy hiány, amit nekünk valamivel ki kell tölteni. De ilyen például a hitel is, hogy az is a hitből van képezve, az meg anyagi hiányt jelent. Amikor anyagiakban vagyunk szűkében valaminek, akkor azt egy hitellel pótoljuk. Ilyen is, elnézést, de például a hülye is ugyanezt jelenti. Az egy szellemi hiányosságot takar. És akkor itt felsorol a Fogarasi János 5 hangot, és csinál egy táblázatot, hogy a magyar nyelv az tulajdonképpen egy legókészlet. Ezeket a hangokat, megvan egyébként a sorrendje, tehát akárhogy nem cserélgethetők ezek a hangok, de ezeket a hangokat egymás után, ha rakosgatjuk, és ismerjük a jelentést, megkapjuk a szavaknak a körbeírt változatát. És akkor itt van a legvége, a legutolsó, a legjobban összeragozott, amikor minden hangot felhasznál. Írogatta, tóttat, hatik. Kicsit nyakateket, de lehet érteni. És ez az a tudás, ami nincs meg más nyelvekben, mert hogy más nyelvek nem ragozó nyelvek. Tehát az, hogy nincsenek benne kivételek,
és az, hogy a mi nyelvünk a ragozó nyelv, ez a két legfontosabb ismérv annak bizonyítására, hogy a magyar nyelv leginkább alkalmasabb a teremtés leírására. Mert ez a fajta ragozó nyelv, ahogy a Tutafogarasi hívja ők a szótárban, szóbokrokat alkot. A szóbokor pedig egy természetes képződmény. Tehát egy fa, egy bokor, ezek természetes képződmények. És a magyar nyelv pontosan ugyanígy néz ki, pontosan ugyanilyen a belső szerkezete, mint egy fának vagy bokornak. Tehát nem lehet, ahogy ma mindenáron bizonyítani akarják, közmegegyezés tárgya. Mert hogy egyébként olyan összefüggések vannak a nyelvünkben, amit élő ember nem rakhatott össze. Mi nem vagyunk képesek nyelvet létrehozni, mi csak rongálni vagyunk képesek. És a magyar nyelvnek, vagy a magyarságnak abban áll a töblete más népekhez képest, ha elfogadjuk, hogy volt egy ősnyelv, hogy a magyarság őrizte meg legtisztábban ezt az erkölcsi állapotot, mert hogy a nyelvünk erkölcsi tartalmakat is hordoz. Erre már nem lesz ma időnk ezt megnézni. Na nézzük akkor, hogyan fontos, nagyon fontos megértenünk, hogy egyébként hogyan alkot az ember fogalmakat. Azért érdekes ez, mert ezt a Fogarasinak a metafizikájában van leírva. Fogarasin három pontban nagyon szépen összefoglalja a fogalmat. Ez a hivatalos egyébként a filozófiai álláspontban Nyugat-Európában. Csak látni fogjuk, hogy hol bukik meg a mutatvány nyugaton. Egyébként a magyar nyelv kapcsán meg megállja a helyét. Az első lépés az, hogy szemléljük a világot, és úgy tudunk fogalmakat alkotni, hogy látunk egy tárgyat, és látjuk, hogy mik a legfontosabb jellemvonásai. Ezeket a legfontosabb jellemvonásokat, ezeket kiragadjuk a tárgyból. Például az asztalnak a lényege az, hogy tudunk rá rakni valamit. Ez az asztalnak a legfontosabb jellemzője. Tehát van valami sík felülete. Az asztal szavunk egyébként majd érdekes, majd visszatérek ide, hogy mert azt szótöbből vagy gyökből, ahogy Cucorék hívták, nincs túl sok szó képező, összesen kettő, az asztal meg az asztag. Na majd meglátjuk, hogy ez mit is jelent. Tehát elvonjuk a tárgyaknak a legfontosabb jellemzőit, és utána ezekből az elvont jellemzők jellegzetességből, formákból alakítjuk vissza a fogalmainkat. Csak hogy itt bukik meg Nyugat-Európa. Mert hogy a magyar nyelv ezeket a legelfontabb jellegzetességeket össze tudja kötni a hangjaival. A Nyugat-Európában viszont a fogalomalkotás az tényleg csak egy véletlenszerű hangsor. Nincs benne semmi tartalom. A magyar nyelvben viszont ezek a jellegzetességek egy az egyben összeköthetők hangokkal. Például a K hangnak az egyik jellegzetessége az a kerekség. Kerek, kör, a kor, mint idő, az is egy körforgás. Vagy a fának a kérge, ezek mind kerek dolgok. Kerék, kerek. Tehát így kell elképzelni ezeket a képeket, és minden hangnak van ilyen jellegű képe. Például a B hang mondjuk, az a belsőségnek a hangja. Bél, bendő, banben, és megint visszatértünk ragokhoz. És akkor ez a banben, ez ugye ma, ez kifejezetten csak rakként van kezelve a nyelvészetben, de a bennem, benned, stb. Személyes névmában ugyanaz a banben van, csak mint szótő. Tehát teljesen rossz az a fajta szemléletmód, ahogy ma a magyar nyelvhez hozzáállunk, mert az egyik szóban rag, a másikban már mindjárt szótő, és ugyanarról a bambenről van szó. Vagy például a bolből, belőlem, belőled, stb. De a bölcsesség is ugyanerre épül, meg a boldogság is, mert az egy belső kiüresítést jelent. Akkor leszek boldog és bölcs is. Gyerekeket szoktam mindig megkérdezni, hogy szerintük a bölcs az milyen fogalom. Mindig mondják, hogy pozitív. Hát nem. Pont az a lényege, hogy negatív, mert magamat kell legyőznöm. Mert hogy ez egy belső kiüresítés, az a lényege. Na és a harmadik lépés pedig, amikor fogalmakat alkotunk, hogy a fejünkben összeállt kép, mert hogy a magyar nyelvben a szavaink azok valójában képeket jelentenek.
a fejünkben összeállt képet meg visszavetítjük a valóságra. Tehát ha már a fejemben összeállt az a fogalom, hogy asztal, akkor utána legközelebb, ha meglátok egy asztalt, akkor már tudom, hogy az egy asztal. Tehát ez a három lépcső, csak a nyugat-európai gondolkodásmód megbukik a második pontnál, mert ott a hangok már nem jelentenek semmit. Tehát nem tudom, milyen fogalmakat tudnak összerakni a világ jellegzetességeiből. Ez okozza a problémán. És akkor ezek a fölismert jellegzetességek viszont akkor olyan jellegzetességek kellene, hogy legyenek, amik egyetemesek. Tehát mindenki fejében elvileg ugyanezek az alkotó elemek, ez egy LEGO készlet, ugyanezek az alkotó elemek vannak meg, csak a nyelvük már nem illeszkedik ezekre a belső lelki formákra. Tehát ezért rossz a szóalkotásunk, ezért rossz a fogalomalkotásunk. Ma ezt ilyen nyelvi dizájnerségnek hívják, de ez inkább csak ilyen szemfényvestés. Meg mondok egy példát, a feleségem egyik kedvenc példája. Van olyan szó, hogy lokális, egy semmi jelent, egyébként semmi különösebbet, csak megmagyarázzuk, hogy mit jelent. Meg van olyan, hogy globális. Ez sem jelent semmit, mert a hangok nem adják meg a jelentést, csak tudjuk, hogy mit jelent, mert elmagyarázzuk. És ebből ma alkottak például egy olyat, ami se nem lokális, se nem globális, akkor az a glokális. Az aztán meg végképp semmit nem jelent, mert semmilyen nyelven nincs ilyen szó. Ez csak ezt hívják nyelvi dizájnerségnek, de ez inkább erőszak a nyelven. Ugyanaz, amit a Szucó Fogarasi nagyszótár leír az elején, hogy az ilyen népek, akik ilyen szavakat alkotnak, már csak az idomítási hajlam vezérli. Ez egy idomítási hajlam. Rákényszerítem a nyelvemet, hogy úgy viselkedjen, hogy én szeretném. Pedig nekem kéne egyébként tanulnom a nyelvemtől, mert hogy ezt az őseimtől kaptam, nem a sajátom. És akkor nézzünk egy-két ógörög példát. Nem tudom, ki olvasta Platónnak a Kratuloszát. Az egy nyelvfilozófiai írás. A mi szempontunkban, a magyar szempontból azért érdekes, Platón maga sem tudja eldönteni, hogy mit kezdjen azzal, amit most leír. Platón azt írja le a Kratuloszba, amiről most eddig beszéltünk, hogy a hangoknak kell, hogy jelentésük legyen. Azért kell, hogy jelentésük legyen, mert hogy a név nem más, mint a hangokkal való utánzása a valóságnak. Tehát ha a hangnak nincs jelentés, akkor nem utánzom a valóságot. És azért nagyon érdekes a Kratulosz magyar szempontból, mert ő is ír hangi jelentésekről, és ráadásul ugyanazokat a hangi jelentéseket adja meg, ami a Cucó Fogarasi nagyszótárban van. Úgy 2500 évvel ezelőtt. És akkor innentől kezdve válik érdekesé a dolog. Nyugat-Európa nem tud vele mit kezdeni. De ha mi magyar szemmel tekinthetünk rá nyugodtan úgy, mint egy muzeális írásra. Tehát ami nekünk megőrzött egy tudást, ráadásul nem is magyar szerzőtől, megőrzött egy tudást, ami ugyanazt a tartalmat hozza, mint amit ma mi magyarok beszélünk. És egyébként Platón volt az utolsó, aki még ezen még egyáltalán gondolkozik, vagy vívódik, hogy van-e a hangoknak jelentése. Mert gondoljuk el azt, hogyha a hangnak nincs jelentése, akkor a szónak mitől lesz? Mitől lesz, ha a hang nem jelent semmi? Mitől lesz jelentése egy szónak? Ezért van egyébként Nyugat-Európának szüksége szótárakra. Azért kell neki szótár, mert egyébként a szavak, amiket használnak, az égvilágon semmit nem jelent. Tehát el kell magyarázni, hogy mit értünk ez alatt a szó alatt. Csak az a probléma ezekkel a magyarázatokkal, hogy ezeket a magyarázatokat olyan szavakkal teszik meg, amit szintén nem jelentenek semmit. Tehát azt is el kell magyarázni. Amiket megint el kell magyarázni, meg megint el kell magyarázni, meddig megyünk így a magyarázatba? Mert a végtelenségig mehetünk, és nincs vége. Tehát olyan szavakat magyaráznak Nyugat-Európában a szótárban, amiket szintén meg kell magyarázni, mert hogy nem jelentenek semmit. Tehát semmit jelentő szavakat, semmit jelentő szavakkal magyaráznak. És ezért több a magyar nyelv. Tehát Plató még ezt tudja, hogy a hangok jelentenek valamit, és a jelentéssel kell, hogy bírjanak, különben a szavak nem fognak jelenteni semmit. És ő az utolsó, és Platónnak a tanítványa Arisztotelész, ott ő vágja el végleg ezt a vonalat, ő jelenti kategórikusan ki, hogy a hangoknak már pedig nincs jelentése és pont. Nyugat-Európa 2400 éve vakvágányon van.
És ezzel kezdődik a legnagyobb probléma, mert a gondolkodásunk a legfontosabb tájékozódásunk a világban. Az ember nem nyelven gondolkodik, hiszen a süket némák is tudnak gondolkozni, de az ember, ha valakivel beszélgetni akar, szükséges, hogy az elgondoltat a saját anyanyelvére visszabutítsa, mert a kimondott szó mindig kevesebb, mint az elgondolt. Mindig kevesebb. Csak nem mindegy, hogy ez a visszabutítás, ez milyen szintű. A magyarban a legkisebb a különbség az elgondolt és a kimondott szó között, hiszen a kimondott szó is a gondolati formákat tükrözik. De egy más nyelven, ahol ez nincsen meg, ott már nagyon nagy a szakadék. És ma azért van ez a nagy káosz a világban, hiszen csupa olyan fogalmat használunk, amiben mindenki azt magyaráz bele, amit akar. És ezt is teszi ma a világ. Mindenki azt ért az egyes kifejezéseken, amit akarna. De ha magyarul gondolkodunk, ezt nem lehet megtenni. Mert a magyar nyelv az, ami ezt nem hagyja. Hogy ilyen erőszakot tegyünk a saját gondolkodásmódunkon. Nagyon fontos kérdésről van szó. Gyerekeket szoktunk táboroztatni a feleségemmel, alakítottunk is egy egyesületet. A szeretett nagykövet egyébként a gyerekek találtak ki a nevet, és ott mindig nyelvészkedünk. És nem mondja senki azt, hogy ezt nem lehet megérteni, ezt a nyelvi logikát, mert egy 10-12-13 éves gyerek így megérti. Ha az ember elmondja neki, hogy hogyan épülnek fel a szavaink, olyan gondolkodás indul meg benne, ami utána már nem fog neki békét hagyni. És ő maga kezd el gondolkodni a szavaik jelentésén. Azért kezdtünk egyébként foglalkozni a gyerekekkel, mert alapvető szavakat nem ismernek. Tehát nem tudják, mi az a kalász. Gyerekek ma nem tudják, hogy mi az a kalász. És ha elmondjuk neki, hogy a kal gyök az ugye, ahogy mondtam, hogy a K ugye a körbe, és meg az ívelt mozgást jelent, az elmeg egy folytonosság. Kalimpálás, kalász, az egy olyan dolog, ami himbálózik folyamatosan a levegőben. Tehát, ha én kalimpálok. De jelent egyébként, mivel ez egy ferde mozgás, az erkölcsösség még mindig egyenes, az erkölcstelenség még mindig ferde. Ezért jelent például a kalózis egy erkölcstől való elhajlást. Vagy a kalandozás is egyébként ezt jelenti, ezért nem szeretem, amikor a magyarokra azt mondjuk, hogy kalandoztak. Mert az is egy erkölcsi elhajlásnak a következménye. Tehát a Platón ezzel foglalkozik még a Kratuloszban, hogy a hangoknak igenis kell, hogy legyen jelentése, mert különben nem ér semmit a szó. Mert semmi nem fogja a szónak az igazságát hordozni. És ugye mondtam, hogy Arisztotelész vágta el végleg ezt a vonalat, ő már kijelentette, hogy a hangoknak nincs jelentése, de már általában Szoszűrhoz szokták ezt kötni, mert ugye viszonylag új nyelvészről van szó, hogy ő is kijelenti, hogy egyszerűen nem lehet más egy nyelv, mint közmegegyezés tárgya, mert hogy ő például az ökröt hozza, hogy az egyik országban úgy mondják, hogy böff, ami nyilván nem hangutánzó, és egyébként azért érdekes ez, mert Szoszűr azt is határozottan kijelenti, hogy nincsenek hangutánzó szavak. De úgy gondolom, hogy ez a böff az ökörnél az egy hangutánzó szó kell, hogy legyen. Más nyelvek meg úgy mondják, hogy oks. És akkor ebből azt a következtetés vonja le Szoszűr, hogy mindenki láthatja, hogy akkor egy nyelv nem lehet más, mint közmegegyezés tárgya. Mindenki azt gondol bele az egyes fogalomba, vagy úgy fejezi ki, ahogy akarja. Nagyon jól hangzik, nagyon logikus. Ott bukik meg számomra legalábbis a dolog, hogy ez, hogy egy kifejezést, tehát itt például az ökörnek a fogalmát, más-más hangsorral fejezzük ki különböző nyelvekkel, ez nem zárja ki azt, hogy legyen olyan nyelv, ahol a hangsor az tényleg a lényeges formát ragadja meg. Tehát az érvelése jó, csak hiányos. És akkor nézzük, nem akarok senkit elborzasztani, fél perc alatt lerendezzük, hogy milyen filozófiai megalapozátsága van egyébként Fogarasinak a munkájának, amiből egyébként visszavezethető a teremtéshez és a teremtés formáihoz a dolog. Ő a kanti logikára épít, Kantnak a megismeréséről szóló elképzelésére.
ő négy osztályra csorolta az emberi megismerést. Amikor az ember úgy gondoltak, hogy amikor megismerünk, akkor mennyiségeket, minőségeket ismerünk meg. A valóságban ezek ugye azok, amik ugye önmagukban is megvannak. És a szellemi része a dolgoknak, az pedig amikor tárgyak közi viszonyt ismerünk fel, ez ugye az okokozatiság gyakorlatilag, hogy ez azért történik, mert hogy az történt. Tehát egy ilyen fajta megismerés, és magát a létezésnek a viszonyrendszerét ismeri föl. Azért érdekes nekünk ez a Kanti táblázat, mert Fogarasi ebbe rakta bele a hangi jelentéseket. És nagyon jól meghatározta, hogy a mennyiségi hangok azok, amiket a fogainknál képzünk, mert hogy sok foga van az embernek, legalábbis jobb esetben. A minőségi hangok azok, amik az embernek a torkában vagy gégéjében képződnek. A viszonyhangok az ajakhangok, mert ugye két ajkunk van, ezek viszonyban állnak egymással. És a létezést kifejező hangok, azok pedig a nyelvhangok. Úgy fogalmaz Fogarasi, mint a nyelvnek az énje. Tehát magyarul is azért mondjuk a nyelvre, hogy nyelv, mert hogy a nyelv a legfontosabb szervünk a beszéd szempontjában. Tehát a nyelvvel képzel, ilyen például az L, a T, a D, az N hang, meg ezeknek a lágyított változatai, a T, a G, a T, meg az eny. Tehát ezek a nyelvhangok, ezek a magyarban létezést fejeznek ki. Ezek léthangok. Az L hang az egy folytonos létezést, mert az L az egy folytonosság. A D hang a magyarban az egy valamitől vagy valakitől származó függő létezést fejez ki. Ezért egyébként beazonosítható a filozófiai forma fogalmával is. A filozófiában a forma, a valaminek a formája meg a lét az egy és ugyanaz. Tehát az asztal azért asztal, mert asztal formája van. Az embernek ugyan, viszont az a formája, hogy értelmes, az adja a külső formáját, az értelmesség. Ezért egyébként az Isten képe és hasonlatossága nem azért, mert az Istennek bácsi formája van, hanem azért, mert értelmes, mert gondolkodásra képes. Aztán az N hang nagyon érdekes. Köszönöm. Az N az tagadást is jelent. Nagyon sok nyelvben megmaradt a tagadás jelentés az N-nek is. Köszönöm. Éppen ezért, mivel a tagadás egy olyan dolog, ami kirekeszti a valóságot, a külső dolgokat, ezért az én egy olyan létezés, ami engem lehatárolt tulajdonképpen a környezetemből. Tehát én a környezetből egy elkülönített valóság vagyok, egy elkülönített lény vagyok. Ezért az énnek, mint személyes névmásnak a hangja. A te például, ott a té, mondtam, hogy a tárgyiságnak hangja, meg a távolodásnak is. A te, az én szemszögemből az már egy tárgyasult valóság, ami tőlem egy kicsit távolabb is van. Tehát a magyar nyelv ilyen szinten összefüggéseket hordoz, csak nem akarunk róla tudomást venni. És egyébként az akadémia ma mindent elkövet, hogy le is tagadja. Tehát ezek a hangok besorolhatók ebbe a rendszerbe, és itt is van, amit az előbb elmondtam, és nagyon jól működik. Ma a legdivatosabb nyelvészeti irányzat az a kognitív nyelvészet. Ez egy amerikai nyelvészeti irányzat, mert ugye ma csak az lehet igaz, ami amerikai. De azt kell mondjam, hogy nem rossz, csak nagyon kevés. Az a baj vele, hogy amit ma a kognitív nyelvészet, az ugye megismerést jelent magyarul, vagy tehát így lehetne talán legjobban lefordítani, hogy a megismerésről való nyelvészkedés. Tehát hogyan ismerünk meg, vagy értelmi nyelvészet, kinek hogyan tetszik. Amerikai diákokat szoktak megkérdezni, hogy egy-egy fogalom kapcsán ők hogy képzelik el azt a kifejezést, vagy azt a tárgyat, vagy valamit. Ez egyébként az akadémiai kiadó által megjelent könyvben, a kognitív nyelvészetben van ez az idézet, Kövecses Bences a szerzőpáros, tehát ez egy hivatalos nyelvészeti kiadványban van. Megkérdezték a diákokat, hogy nekik mit jelent a fa. És azt a képet adták, hogy a fa az egy olyan valami, ami függőleges, nálam nagyobb, mert hogy fölfelé nyúlik, és hogy körülbelül ennyit írtak le a diákok.
És azért érdekes ez nekünk, mert föllapozzuk a cuccofogarasi szótárt, és pontosan ugyanezt a leírást találjuk meg benne. Csak a cuccofogarasi a magyar hangi jelentésekből jutott el ugyanaz a jelentéshez. Vagyis ez megint azt is bizonyítja egyébként, hogy az alapformák, amivel megismerünk vagy gondolkozunk, mindenkinek ugyanaz a lelkében. Csak a nyelv az, ami már képtelenné tesz minket arra, hogy ezt az egy-az-egyes megfeleltetést ezt létrehozzuk. És a cuccofogarasi a következőt írja a fáról, hogy a fa az rokonságban van a fe szótővel vagy gyökkel, ami pedig ugye a felsőségnek a hangja. Tehát az F hang a magyarban egyébként is felsőséget jelent, fölfelé törekvést, tehát amikor főzünk, vagy fő valami, akkor a gőz az ugye fölfelé áramlik. Vagy a fű, az is olyan valami, ami fölfele nő. Vagy a fi, mint kisgyerek, az is egy olyan valaki, aki fölfelé még növekszik. És a fa sem más, mint egy fölfele törekvő lény, vagy egy létező valami. Hát itt entitásnak hívják szép magyar szóval egyébként a kognitív nyelvészetben. Tehát ez egy fölfelé törekvő valamit jelent, és amit nem ír le se a cuccofogarasi, és nincs benne a kognitív nyelvészeti könyvben sem, hogy az A betű a magyarban az terebélyességet is jelent. Tehát két hanggal leírjuk a fának a lényegét. Egy fölfelé törekvő terebélyes valami. Ezt jelenti magyarul a fa. És mondom, tehát ezeket következetesen a magyar szavaknak nagyjából a kétharmadán következetesen végig lehet vinni. Ami nem, azt azért nem tudjuk vissza végigvinni, mert vagy mi nem értjük már azokat a szavakat, vagy romlott formájúan. De a magyar nyelven a szavak kétharmadán minden további nélkül meg lehet csinálni ezt a mutatványt, amit én itt most bemutatom. Vagy a másik, szintén a kognitív nyelvészet által, itt most mind a kettő egymás alatt van, tehát a kognitív nyelvészeti, meg a cuccofogarasi is, hogy a vita az amerikai diákok szerint az lehet átvitt értelmű, meg szószoros értelmű is. Szószoros értelmű, amikor két ember vitázik egymással, átvitt értelemben pedig ez valami csatározás. És akkor megint föllapozzuk a cuccofogarasi nagy szótárt, és akkor olyanokat találunk benne, hogy a vígyökről, tehát a vitának, a vívásnak, a vívódásnak, viadalnak, a vitéznek, ez a vígyök, vagy a vívásnak magának, a vígyök az alapja. És azt így ugye támadólag, védőleg küzd, verekedik, csatász, harcol. Vagy átvitt értelemben ugye hozza az alapul véve a vita, a viadal szavakat is. Tehát a cuccofogarasi 150 évvel ezelőtt pontosan ugyanazt írja le, amit ma a kognitív nyelvészet kísérletezés alapján. De a cuccofogarasi nem kísérletezgetik. Ő pontosan tudja a hangjelentéseket, és az alapján határozza meg. Tehát az ezért megint egy óriási többlet. Mind a mellett, hogy legalább 100 év előnye van. És ma ettől függetlenül a kognitív nyelvészet az ma a nyelvészet csúcsaként van beállítva, és még egyszer mondom, nem rossz. Tehát jó, csak nagyon kevés. A cuccofogarasi, meg az a déli bábos kategória. Pedig láthatjuk, hogy szinte szó szerint ugyanazok vannak mind a kettőben. Csak utána kell járni. Na most a hangoknak, és itt a jelentés hajlam érdekes fogalom még nekünk, a hangoknak nem egy jelentése van, de van egy központi jelentése, és ehhez társul hozzá többi, mert a hangjaink azok a hangutánzástól egészen a létezésig jelentenek dolgokat. De például a T-hangnál a tárgyisága a lényeg. Amikor hangutánzóként használjuk a T-hangot, akkor is például két tárgynak az ütközését utánozzuk le vele. Tehát egy ütésnek a hangját utánozzuk le, ha a T-hang abban az esetben tárgyiságot jelent. Tehát így vannak ezek összefüggések, de egyébként nagyon komoly filozófiai összefüggések vannak, és nagyon jó magyarázható. Most van néhány, leírtam az összes hangot egyébként, hogy milyen jelentéseik vannak, hogyan épülnek egymásra, de erre nyilván nincs időnk, nem is akarok ezzel senkit lefárasztani, mert már csak negyed óránk van. De a T-hangot szoktam elmutatni, és utána megszoktam, és arra még talán még pont lesz időnk,
végig szoktam venni a tapasztalat szavunkat, vagy a tapasztalat szavunkat. Ez ugyanis annyira hosszú, hogy nem lehet belemagyarázást az, hogyha az egyes hangok a helyükön vannak. Tehát nem, mert túl hosszú a szó ahhoz, hogy belemagyarázás legyen. Tehát ha egy ilyen hosszú szón működik, ez a rendszer már pedig működik, akkor az tényleg az a rendszer, az tényleg az, ami, és annak működnie kell. És az pontosan a magyar nyelvet írja le. Egyébként Fogarasinak a metafizikájának az alcíme nagyon érdekes ám még, mert ugye az a főcím, hogy a magyar nyelv, a metafizika az ugye természeten túlit jelent. Tehát a metafizika az a valóságon túlit jelent, tehát a magyar nyelvnek az alapja, a forrása az nem a természetben van, hanem azon túlra mutat. Hogy az alcíme az, hogy a hangok eredeti jelentései, vagyis egyetemesen fogalmazza meg, a magyar nyelvre alkalmazva. Vagyis amit ő leír, azt ő pontosan tudja, hogy az nem kifejezetten magyar sajátosság, csak a magyar nyelv őrizte meg ezt a tudást a legtisztább formában. Ennek a hangi jelentés készletnek egyetemesnek kellett valamikor lennie, másképpen nem működne a dolog. Csak a magyar nyelv az, ami a magyar erkölcsiség következtében, a magasabb rendű erkölcsiség következményében tisztábban megőrizte ezt a tudást. De ez nem emberi eredetű, mert nem lehet, az olyan szintű összefüggések vannak benne. Na, és akkor nézzük meg például a T-hangot, egyébként az egyik legjobban bemutatható hang. Szükséges létet jelent például, hogyha létezésként fogjuk meg, hiszen amit befejeztünk, amit tárgyasult, az már szükségszerűen kell, hogy legyen. Mert hogy az már a múlthoz tartozik, a befejezett állapotról van szó, tehát az kell, hogy legyen, ez egy szükséges lét. Aztán jelenti éppen azért magát a tárgyi valóságot, az objektivitást, jelenti a távolodást, mert ugye, amit már befejeztünk, az időben is távolodik tőlünk. Ebből fakadóan jelenti egyébként a múltidőt. Ezért jelent igeképzőként átható igét, mert ugye, ha én valamit cselekszek, az a cselekvésnek a következménye az tőlem távolodik. Aztán éppen ezért viszont nagyon fontos azt is megértenünk, hogy miért jelenti például csak a testeknek a külső burkát a T-hang. Az emberi megismerés, akár elfogadjuk, akár nem, az mindig kétdimenziós. Tehát mi három dimenzióban térben vagyunk, de a szemünk is például csak síkokat lát. Egyik szemünk is csak síkot lát, a másik szemünk is csak síkot lát, és a lelkünk rak össze belőle egy háromdimenziós képet. Az érzékelésünk mindig csak a felszínt érzékeli. Tehát én nem látok bele az asztalba, nem látom, hogy mi van benne, csak a felszínét látom. Vagy ha megfogom, nem tudok bele, akkor is egyébként, ha vízbe dugom a kezemet, akkor is csak a bőr felszínemmel érintkezik a víz. Tehát egy felszínes a megismerésünk. A fizikai megismerésünk mindig egy dimenzióval kevesebb, mint amilyen valóságban létezünk. Éppen ezért a megismerő képességünk szó szerint és átvitt értelemben is felszínes. Most tetszik nekünk, vagy nem tetszik. A fizikai valóság megismerése az nekünk mindig felszínes. Ha a belsőt akarjuk megismerni, a lényeget, az már a lelkünkkel, nem a testi megismerő érzékszerveink. És ezért jelent a T-hang nem csak tárgyat például, hanem a tárgyaknak a felszínét is. És ezeknek a felszíneknek az ütközése jelentkezik a T-hang esetében, mint hangutánzó. És akkor nézzük meg még gyorsan a tapasztalatot, van még körülbelül 5 percem, hogy ezt átnézzük, és akkor nem húzom nagyon el az időt. Ja, mert még egy nagyon szép kis ábra, távolról biztos nem látszik belőle semmi, de itt egy magyar belső logika van. Ez a Tucol Fogarasi nagyszótár alapján készül. Itt középen van olyan, hát ugye ma kiirtották a nyelvészetből a gyök kifejezést. Tekintsük a gyököt szótőnek, egy olyan szótőnek, ami már egyedi jelentéssel, tehát ami meghatározható jelentéssel, mert ugye, mint néztük, a hangoknak nincs egyedi jelentésük, csak jelentés hajlamaik vannak, tehát a T ugye tárgyiságot jelent, de az lehet hangutánzó is, felszín is, távolodás is, akármi is. De a gyök az a magyar nyelvben már egy jól meghatározható jelentést hordoz. A gyök általában két
mással hangzók között egy magánhangzót jelent, tehát kb. Egy-két három hangosak általában ezek a gyökök, és azoknak az alkatrészeit hívja a cucorfogarasi nagyszótár gyökcsíráknak. Na most öt gyökcsírát vettem ki, a tót, a túlt, a tét, a tát, meg a tat. És akkor ehhez vannak ragozva még különböző gyökök, például a tóból a tosz, a taszigál, toszit, ilyen szavak. És ezek, amiket itt látunk, ezek mind olyan szavak, amik itt fönn vannak a táblán, amik a T betűnek a távolodását, kifejező jelentését hordozzák. Például a talicska, vagy tavaly, ezek mind olyan dolgok, amik távolodnak. Mert ugye a talicskát ugye tolni kell. Tehát a kezdeti kiinduló állapotából eltávolodik. Vagy ilyen például, hogyha vesszük a támszavunkat, ugye támogat, vagy támogatás, amikor én megtolom, valamit megtámasztok, vagy előrefele, vagy fölfele, és akkor ennek a rokona például a gyám, ha valaki gyámolítok, az is egyfajta támogatást jelent. És akkor így a hangok között is van átjárás, tehát ez egy olyan elképesztő összefüggést rendszer, hogy ezt nem lehet összerakni sem egy tudományos értekezleten, semmilyenféle laboratóriumban, mert nincs az az ember, vagy nincs az a tudományos csoport, aki ezt képes volna összerakni. És akkor ezek a T betűnek a távolító jelent, de ez csak néhány példa. És akkor mondom, amit szoktam a tapasztalat szól, már persze, ha megtalálom. Mindegy, nem találom most, de a tapasztalatnak a lényege a következő. Mindegy, szerintem a végén lesz. Itt meg is van. A tapasztalatnak a tapa, a szószöve vagy gyökekének, hogy tetszik, teljesen mindegy most. Ezzel most nem fogunk összeveszni, egyébként gyök, de most ez a legtöbb embernek még nem mond semmi. A tap így önmagában már nem jelent semmit. De a magyar nyelv az egy dualista szerkezetű. Általában hangrendváltás mellett ellentétpárokat képez. Az ellentétpárja a tapnak az a tép. Ezt már értjük. A T az ugye mondtam, hogy távolodást jelent. A P betű az például felületet jelent, felszínt jelent a magyar nyelven. Vagyis a tép annyi, mint hogy két felület távolodik egymástól. Ez a tép. Ha a képet akarunk hozzátársítani. Ennek az ellentéte a tap. Amikor két felület közeledik egymáshoz. Ebből jön például a taps, a tapló, tapasztalat, maga a tapasztalat is majd ebből jön. Tehát az meg két közelítő felület. Aztán az S hang, ha ez a taphoz, hozzárakjuk még az S hangot, az S hang az egy mennyiségi hang, nagy mennyiséget jelent. Éppen ezért, ha cselekvésre vagy igéket képzünk vele, ez mindig valami időben való nagyságot, tehát egy huzamosságot jelent. Tehát egy hosszantartóságot jelent az S hang. A tapasz, az egy olyan tapadás, tehát felületeknek olyasfajta közelítése, ami hosszan tart. Ez a tapasz. Tehát erre is használjuk, ugye, ha tapaszt ragasztunk valamire, hogy az sokáig ott maradjon. Aztán ebből a tapaszból jön a tapaszt. A T az ugye megint egy átható munkásság. Tehát amikor viszont valaki tapaszt, akkor arra kényszerít két felületet, hogy az legyen szíves, hosszan egymáshoz tapadjon. Tehát ez egy rákényszerítése a két felületnek a hosszan való tapadása. Ez a tapaszt. Aztán ebből jön tovább a tapasztal. Az elhang, ez megint egyfajta folytonosságot jelent, folytonos cselekvést jelent ebben az esetben. Tehát a tapasztal szavunk azt jelenti, hogy ez a folytonos összekapcsolódás, ez állandóan megvan. És itt jön ugye a szó szerinti, meg az átvitt értelem közötti átváltás, hiszen a tapasztalatnak az a lényege, hogy én a környezetemmel folyamatos kapcsolatban vagyok. Vagyis hozzám szapadok, hiszen állandóan érintkezem valami anyagi valósággal. És akkor itt jön még az ás és, meg az atet képző a végén. Az ás és az egy megint csak egy mennyiségi hangról van szó, nagy mennyiséget jelent. Az ás és képző a magyarban az folyómunkát jelent. Tehát a tapasztalás az a folyamatos érintkezés a valósággal, ami éppen most folyik. És ennek az eredménye pedig a tapasztalat.
Tehát megint a té ott egy tárgyasult valóságot jelent. Tehát a tapasztalás, a tapasztalat, az a tapasztalásnak a következménye. És akkor itt szoktam egyébként olyan ellentét példákat mondani, és akkor itt majd mindjárt be is fejezem, mert lejárt az időm. Itt szoktam olyan ellentét példákat mondani, ami ma már, mivel fogalmakban gondolkozunk, és nem képekben. És el szoktam egyébként mondani, ha nem képekben gondolkodunk, akkor képtelenné válik a gondolkodásunk szó szerint és átvitt értelemben. És az átvitt értelmű képtelenséget is úgy kell elképzelni, hogy nincsenek hozzá képek. Ma, aki megtanul angolul és büszke arra, hogy a gyereke nagyon szuperül megtanult angolul, de a magyarul nem akarja megtanítani, az arra büszke, hogy a gyerekét megtanulta képtelenül gondolkodni. Mert hogy ez a divat ma. De először magyarul kéne megtanulni, és utána láthatnánk, hogy egyébként a többi nyelv többe vagy kevesen. És akkor mondok egy-két példát például, mert hogy ma fogalmakban gondolkozunk, és nem a képet látjuk magunk előtt. Például olyan egy ilyen példa az adás, a D-hang szintén távolodást jelent. Tehát amikor én adok valamit, akkor ugye azt tőlem eltávolítom. Tehát az adás, ugye ennek a távolításnak az éppen folyó állapota, de ennek a lezárt állapota az az adat, amit én odaadtam. Csak ma az adatot mindenáron a számítás technikához akarjuk kötni, mert nincs már mögötte kép. Nem látom azt, hogy az adat az egy olyan valami, amit én adtam valakinek. Vagy ilyen például és azért szeretem ezeket, mert ezeket hétköznapi példák, és kizökkentik az embert ebből a fogalmi gondolkodásból. Például a kirakás, ha én valamit kirakok valahova, az maga a cselekvés. Egyébként probléma ma, hogy a nyelvtan, ugye az ás és képzőt az főnévnek tartja, tehát az ás és képzővel képzett szavakat főnévnek tartja, például az egy cselekvés. Tehát a kirakás, én valamit kirakok valahova, és annak a befejezett állapot ez a kirakat, ahová ki vannak rakva a dolgok. Vagy ilyen például egy jobb példa, ami tényleg rendes párokat képez, az írás meg az irat. Az egyik a cselekvés, akár főnévnek tekintjük ma, akár nem, a másik pedig a befejezett állapota, a lezárt állapot. Jó. Még annyit szeretnék, még egy kis reklámot, jó? A feleségemnek is lesz még 6 órakor előadása kint a sátorba. Ő is hasonló témákról fog beszélni, de arról fog beszélni, hogy a gyerekekkel hogyan végzünk mi munkát, és milyen tapasztalataink vannak. Illetve holnap nekem lesz még szintén a sátorban, a kifordult időről lesz előadásom. Azért nagyon érdekes lesz az az előadás, mert a torzuló félben lévő időszemléletünkről lesz szó. Arról lesz szó, hogy a jövő még nem előttünk áll, hanem még hátra van, mögöttünk van és nem előttünk. És hogy ennek milyen erkölcsi következményei, társadalmat romboló erkölcsi következményei vannak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyit tudtam most így egy óra alatt eladni.